Aláírásgyűjtést kezdeményezett a Székely Nemzeti Tanács annak érdekében, hogy Európa hagyományos nemzeti közösségei, köztük a székelység is, megtarthassák identitásukat szülőföldjükön. 2020. május 7-ig 1 millió aláírásnak kell összegyűlnie. A kezdeményezés elindításáért a Székely Nemzeti Tanács hat évig pereskedett az Európai Bíróságon. A kormánypártok, a Jobbik, az MSZP és az LMP öt párti határozati javaslatot nyújtott be amelyben a Parlament felhívja az anyországi és a külhoni nemzetrészekben élő magyarokat, hogy a polgári kezdeményezést aláírásukkal minél nagyobb számban támogassák. Szili Katalin miniszterelnöki megbízottat köszöntöm a stúdióban. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért nevű európai polgári kezdeményezésről beszélünk. Milyennek tulajdonképpen a lényege vagy a jelentősége? Ez egy nagyon fontos lépés, amit a Székely Nemzeti Tanács 2013-ban indított el. Csak a nézők kedvéért mondom, hogy annak idején ezt a bizottsághoz, amikor benyújtották az Európai Bizottsághoz, a bizottság elutasította, és ezt követően került sor az Európai Bírósághoz, egy beadványjal fordult a Nemzeti Tanács, és tulajdonképpen a magyar állami is beavatkozóként részt vett ebben a perben, és ezt követően tavaly született egy ítélet, ami kedvező volt az Izsák Balázs és Dabi Satil által benyújtott kezdeményezéshez, hogy május 7-ével megindulhatott az aláírásgyűjtés. Ez egy nagyon fontos lépés lenne ennek a alatt, tekintettel arra, hogy ez lehetőséget biztosítana arra, hogy ugye a mai, és akkor itt egy zárójeles megjegyzést hadd tegyek szabályok szerint az Európai Uniós forrásokhoz Romániában két megye ad egy régiót, és így juthatnak hozzá, ezzel viszont lehetőség lenne arra, hogy egy közösségként tekintsék a székely közösséget, a, vagyis a székelyföldön élőket, és így közvetlenül fordulhassanak Európai Uniós forrásokhoz. Én ezt egy nagyon fontos lépésnek tartanám, mert ezzel az Európai Unió talán reményem szerint elismerni azt is, hogy vannak olyan őshonos közösségek Európában, akiknek, én úgy fogalmazok, hogy talán pozitív diszkriminációra is szükségük van ahhoz, hogy saját nyelvüket gyakorolják, kultúrájukat, hagyományaikat őrizzék, és talán a 21. században ez az egyik legfontosabb. És mivel itt ugye Európai Uniós támogatási források eléréséről is szó van, azért <laughs> nagyobb mozgásteret jelentene nyilván financiálisan vagy Így gazdasági van. szempontból az erdélyi közösségnek. A kezdeményezés benyújtásának határideje május 7-e, tehát egy év volt. most 2020 oda. május 7-ig lehet gyűjteni az aláírás? Ugye ellentétben a Minority Pack kezdeményezéssel nagyon rosszul gyűlnek az aláírások, a százezret már átlépte, mi lehet ennek az oka? Én azt gondolom, hogy van egyfajta ilyen, hát lehet, hogy túlzás azt mondanám, de fáradtság is abban, ami ebben az évben minden egyes szomszédországban valamilyen választásra sor kerül. Ehon végén lesz ugye Szlovákiában a választás, ahol nagyon fontos, hogy a magyar etnikai párt, vagy az a szövetség, ami létrejött, az jól szerepeljen és a parlamentbe jussanak. De ugyanígy választás lesz, önkormányzati, illetőleg parlamenti választás Szerbiában, Romániában és Ukrajnában is. Nyilvánvaló, hogy ez azért jelzi azt is, hogy mindenütt nem csak a pártjaink, hanem a szövetségeink megméretnek, és számunkra fontos az, hogy jó pozíciókat érjenek el. A Minority SafePack aláírás gyűjtése az valóban nagyobb sikerrel kecsegtetett, de én azért meg kell, hogy mondjam, hogy optimista vagyok, mert úgy látom, hogy azért a média felületeken is most már elindult egy olyan fajta kampány, ami a Téli és azokat az időszakokat túlélve, azért őszre nálunk is önkormányzati választás volt, téli szünetet egyebet figyelembe véve, hogy most sokkal nagyobb figyelem fordul ez iránt a kérdésére. És én úgy tekintem ezt a három hónapot, hogy ez egy jó próbatételi számunkra, hogyha van egy jó nemzetpolitikánk, mint ahogy ez kialakult 2010 óta, van egyfajta egyetértés, ahogy a szerkesztőasszony is látja és a felvezetőben is elhangzott azokban a kérdésekben, ami a választójogot, ami az állampolgárságot jelenti, sőt azt mondhatom, hogy az autonómia ügyekben is, akkor én azt gondolom, hogy ez egy jó próbatétel számunkra, hogy a három hónap alatt megtegyük azt, amit a Trianoni Centenárium évében, mi magunk megtehetünk, és ténylegesen hozzájárulhatunk ahhoz, hogy ez valóban a nemzeti összetartozás éve legyen, és sikere vigyük azt a kezdeményezést. És itt még egy kitételt hadd tegyek, ami nincs sem ellentmondásban, sem versenyben azzal, ami a minority széfpeket jelenti, az is egy fajta kilencpontos olyan javaslatot jelent, ami szintén támogatásokat, média, oktatásügyi kérdéseket illet. Ez viszont egy más közelítéssel segíteni az európai közösségeket, hiszen a beadás esetén ez nem csak a székely közösségre vonatkozna a székelyföldön, hanem Európa más területein is, ott, ahol tömben élő őshonos kisebbségek vannak, őshonos közösségek vannak, számukra biztosítaná azt, hogy ilyen, így közösségként fordulhassanak forrásokért, és hát ezzel gyakorlatilag egyfajta decentralizáció alapján, Hadd mondjak még egy szót a, a nézők kedvéért is, ez az igazi szubszidiaritás, hogyha Európai Uniónak egy alapelvét vesszük figyelembe, akkor ez a valódi szubszidiaritás. Úgyhogy én éppen ezért például a nyugat-európai magyar szervezetek vezetőjével felvettem a kapcsolatot, levelet írtam nekik, hogy támogassák ezt a kezdeményezést, és én nagyon remélem, hogy a sikerhez az kell, hogy legalább hét országból egy millió aláírás gyűljön össze, úgyhogy innen is azt kérem mindenkitől, hogy egy percet szálljon az életéből a nemzetnek a fontos ügyéhez. Hol és milyen formában támogatható vagy írható alá a kezdeményezés? Van ugye a papír alapú aláírás, ma találkoztam én is olyan, olyan nénivel, aki azt kérdezte, hogy hol lehet ilyet aláírni, én azt gondolom, hogy a papír alapú az nyilván ma már kevésbé kényelmes, mint amit jelent az elektronikus aláírás. Úgy A nemzeti régiók.com internetes honlapon meg lehet ezt tenni egy perc alatt. Én nagyon remélem, hogy mindenki, aki kötődik ehhez a nemzethez, aki számára fontos a székelység. És azért ez látszik mindig mondjuk egy csíksomjói, búcsú alkalmával, vagy bármilyen a nemzetet érintő kérdésben. Én azt hiszem, hogy most tíz év után elérhetünk oda, hogy kézzelfoghatóvá tegyük, hogy cselekedni is tudunk ezért a nemzetért? Egy kicsi helyesbítés nemzeti régiók.eu. Ja, bo EU, igen, 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 Egy, igen. Azt hiszem, hogy feliratban információságban igen, is igen ezt, a, ezt a nézőknek. Mit gondol, hogy az ötpárti határozat mennyiben lendít pozitív értelemben az ügyön, vagy az ügy támogatottsága? Mit vár a pártoktól, vagy a magyarországi politikai csoportoktól? Szerintem nagyon sokat lendít, mert ez is láthatja azt, hogy ez. Egyszerűen nem pártpolitika kérdése. Ez nem annak a kérdése, hogy ki jobboldali, baloldali, konzervatív, liberális vagy bármilyen, hanem egyszerűen ez egy olyan közös ügyünk, ami tényleg láthatná azt a, a diaszporában, vagy akár a Kárpát-medencébe élő magyarság számára is, hogy ez egy új időszak számunkra, nem csak a száz év után, nem csak a 30 év után, vagy akár az elmúlt 10 év után hanem ez tényleg egy új lendületet is adhat annak, amiben mi magunk ezt az egész kérdéskört egy kicsit Európa fele fordítjuk. Ugyanis nem egyszerű a helyzet ebben, hiszen addig, amíg az Európai Unió parlamentje, tehát az EP hoz olyan határozatot 2019. márciusában, ami az afrikai származású emberek alapvető jogairól szól, viszont nem foglalkozik a saját őshonos kisebbségeivel, akkor én azt mondom, hogy nekünk meg kell ragadni minden olyan lehetőséget, amiben erre fölhívjuk a figyelmet, hogy azért él itt 60 millió olyan kisebbségben élő ember, akinek az identitás megőrzés az egy fontos kérdés. És ha arról beszélünk, vagy beszél bárki Európában, hogy itt a sokszínűség fontos, akkor könyörgöm, az első az európai sokszínűség megőrzése lenne, tehát annak a sokszínűségnek, ami Európában immáron ma már ebben a 27 országban érzékelhető, úgyhogy még egyszer akkor most már helyesen van, a nemzeti régiók.eu honlapon meg lehet tenni, ez egy tényleg egy percet vagy másfél percet veszlek fejebb igénybe a életünkből. Én azt gondolom, hogy itt az idő, hogy fölmutassuk azt, hogy mi magunk ma már 21. századi európai módon gondolkodunk arról, ami az őshonos kisebbségek sorsát jelenti. Számunkra meghaladva a 20. századot, ez egy teljesen új típusú politizálás, nem irányul senki jelen, hanem egyszerűen csak a mi közösségünknek a további élését segíti. Szili Katalin, köszönöm szépen! Köszönöm szépen, további szép estét kívánok!